Bernecki Géza szerint. Munkácsi külső karrierjének iránya a szuperprodukció felé tartott. Munkácsi első Krisztus képének, a Krisztus Pilátus előttnek a története, utólag visszatekintve rá, kísértetiesen hasonlít egy modern filmprodukció elkészítésére és forgalmazására. Munkácsi bibliai tárgyú kompozíciókban korábban nem gondolkodott, így az első Krisztus kép előkészítése igen nagy koncentrációt és körültekintést kíván tőle. Jó darabig csupán érlelte az elképzelést, és a művészettörténet hasonló témájú alkotásainak megismerésével foglalkozott. Figyelemmel kísérte a keletkutatás és a régészet akkori eredményeit, melyek segítették a környezet, az architektúra, a kellékek és a viselet megválasztásában. Bernecki Géza így ír a festő munkamódszeréről. Munkácsi is használta a fotótechnikát nagy élőképének a megkomponálása közben, és műterme az oda helyezett fantasztikus rekvizitumokkal, kitömött lovakkal, kosztümökkel, bibliai reminiszcenciákkal, vagy sátorral és erdőt imitáló növényi vegetációval olyan volt, mint egy kezdetleges filmstúdió. A Békés Csabai kiállításban a látogatók találkozhatnak egy korabeli fényképpel, amelyen a Krisztus Pilátus előtt című kép valamennyi szereplője megjelenik. A gyermekét ölelő anya helyett azonban egy kendőt viselő bajuszos férfit látunk, kaucsuk babával a kezében.